A csapadékos időjárás követően teljesen eltűnt az a száj a területünkről, de ahogy látszik a hőhullám megjelenésével, július 9-ére már megjelent a területünkön a közepes a száj, és ez a helyzet tovább romlott, tehát július 16-ára már döntően erős a száj uralkodik a területünkön. Pár hét alatt ilyen mértékben terjedt el az aszályos területek nagysága a felső Tisza vidéken. Ha a hőség folytatódik, akkor a Tisza déli vízgyűjtő területén már megjelent rendkívüli aszály a vármegyében is kialakulhat. Egy hónappal ezelőtt még nagy csapadékokról, viharokról, Tiszabercelnél lokálisan 127 mm csapadékról beszéltünk, ami ugye belvízvédekezés szükségességét tette. Fontossá azonban a júliusban az időjárás nagyot fordult, hőségnapok lettek, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy míg három hőségnap volt júniusban, addig 13 lett júliusban, tehát gyakorlatilag július 6-a óta folyamatosan hőségnapok szembesülünk, ami azt jelenti, hogy 30 fok fölé megy a, a léghőmérsékleti maximum. Ez nyilván a folyóinkon is érzékeltette hatását, tehát a területünkön megjelent az a száj. A szélsőséges időjárási körülmények miatt a vízkormányzási feladatok is megváltoztak. A belvízvédekezés, a szivattyúzás addig történt, ameddig a, ugye a védelme érdekében, illetve a mezőgazdasági területekről elvezettük a vizet. Ugye most, a, ahogy beköszöntött az a száj, teljesen más intézkedések szükségesek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy medertározást végzünk, tehát a zsilipek szakszerű használatával, vízvisszatartó helyekkel a területünkön mintegy 2 millió 300 köbméter vizet medertározunk, illetve a tározóinkat is a belvízkor feltöltöttük, tehát most mintegy 18 millió köbméter vizet tározunk tározókba. És ugye ezeknek a vizeknek egy jó része öntözési célokat is szolgálhat. A térségben a következő hetekben is az átlagosnál melegebb időt prognosztizálnak a meteorológusok. Az előrejelzéseket a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik. A június hónap már három fokkal melegebb volt az átlagosnál. Ha ez az időjárás így folytatódik, a július már öt fokkal lesz melegebb. Tehát gyakorlatilag az aszály súlyosbodására számítunk. Itt ugye akkor további vízvisszatartásokra és tározásokra lesz szükség. Nyilván a nagy hőség a tározott vízmennyiséget csökkenti, hiszen nagyon erős a párolgás, de a lehetőségekhez képest a vízvisszatartásra törekszünk, és a közeljövő is száraznak ígérkezik. Tehát a július-augusztus hónap az átlagosnál melegebb és szárazabb a meteorológiai előrejezések szerint. Rendkívüli aszály legutóbb 2022-ben sújtotta az Alföldet. A történelmi szárasság oka a kutatók szerint a felszín közeli párás légréteg hiánya. A kutatás feltárta, hogy a vízszabályozásokat követően az intenzív mezőgazdasági művelés hatására a talaj víztároló képessége jelentősen lecsökkent. Ez pedig fokozta a szárasságot. Idén a lehulló csapadék mennyisége ugyan átlagosnak számít, a csapadék eloszlásának egyenlőtlensége miatt azonban ez az adat nem tükrözi mindenütt a valóságot. A talajvizek továbbra is rekordmélységben vannak a nyírségben, hosszú távon ezért csak nagy léptékű vízügyi beruházások javíthatnak a helyzeten.